Megtelt a Keszthelyi Színházterem hozzátartozókkal, barátokkal. Idén a Balaton Színházban tartották ugyanis a Hévízi Bibó István Gimnázium szalagavató ünnepségét. Az est során két végzős osztály 55 diákjának mellkasára tűzték fel a felnőtté válást jelképező szalagot. A szalagavató minden évben egy nagyon-nagyon fontos eseménye az iskolának. A diákok, 11-esek, 12-esek vagy az alsóbb évfolyamosok, akik a műsorba fellépnek, ő mindegyik őjük nagyon-nagyon komolyan veszi szerencsére, és ez egy olyan esemény, ami az iskolának a patináját adja. A gyerekek nagyon várják, természetesen leginkább a végzősök, akik megkapják a szalagot, hiszen sokan mondják azt, hogy hát csak egy szalagfeltűzés, de őnekik nem ez. Tehát őnekik a szalagfeltűzés, őnekik ez egy egyszeri, megismételhetetlen alkalom, és megpróbáljuk nekik a lehető legemlékezetesebbé, legszebbé tenni, hogy majd amikor annyi idősek lesznek, mint mi, akkor is még pozitívan és boldogan emlékezzenek ezekre az órákra, amiket most itt töltenek. Igazgatóként milyen gondolatokat fog nekik átadni? Még nem mondom, hogy búcsúzóul, mert hogy előttük még sok próbatétel áll az iskolában. Így van, igazából ez nem búcsúzó, inkább csak egy ilyen kis iránymutatás vagy útbaigazítás. Alapvetően azt próbálnám nekik jelezni, hogy ezzel a szalagfeltűzéssel, ezzel a december időszakkal gyakorlatilag lezárta visszatekintésnek az ideje, hiszen őnekik már csak előre kell nézni, a hátralévő fél év nem kicsi akadályait kell szem előtt tartaniuk és azokat legyőzni, hiszen őnekik most már csak és kizárólagosan az érettség, illetve a felvételi az, ami mértékadó és mérvadó. Láthatsz, hogy a tengert úszunk át, felhőkről lábat rógatunk, de ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó kis társaság. Szorgalmasak legalábbis a többség, és az évek során elég jó közösség alakult ki. Nagyon sok közös programunk volt, utazgattunk, sok külföldi országban is jártunk, Magyarországon is rengeteget, úgyhogy a közös élmények vannak. Most a végére még jobban összecsiszolódtak a közös szervezések, a gyakorlások, táncpróbák, egyebek keretében. Úgyhogy most előttünk van még az érettségi, remélem, hogy mindenkinek sikerülni fog, és mindenki meg tudja valósítani álmait a felvételi kapcsán. A diákoknak a számvetés és emlékezés óráit is jelentette a szalagavató ünnepség. Mint elmondták, szívesen gondolnak vissza az elmúlt évekre, mely sok nehézséggel, de ugyanakkor sok szép élménnyel is telt. Én nagyon jól éreztem magam ebben az elmúlt 4 évben. Hát az osztályunk eleinte kicsit szétszórt volt, de azt mondhatom, hogy azért így most 4. végére azért összetartóak lettünk, és hát sajnáljuk, hogy ez az utolsó évünk, de hát most itt vagyunk, és hát ünnepelni kell. Te hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Hát mi gyerekekként jöttünk, és felnőttenként távozunk. Sokat változtunk a 4 év alatt. Boldogsággal tekintek vissza. Örülök, hogy részese lehettem ennek a 4 évnek. Mindenképpen azt mondhatom, hogy azért 5 év ugye a normálishoz képest 1 évvel hosszabb, tehát a jóból is így 1 évvel több, de ugyanakkor abszolút úgy gondolom, hogy megérte ez a plusz 1 év. Hát most itt vagyunk lényegében a célegyenesben, ami azt jelenti, hogy még itt a nagy ünnepség közepette sem felejtjük el, hogy nem sokára nagy próbatétel vár ránk. Én úgy érzem, hogy nagyon sok új barátra leltem az osztályban, ugyanakkor rengeteg élményt köszönhetek a drága osztályomnak. Most pedig, hát tulajdonképpen engem bíztak meg azzal, hogy én mondok beszédet, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert hát ez egy olyan felelősség, amit úgy gondolom, hogy nem mindenki vállalhat el, és igyekeztem is a beszédemben a teljes szívemből beszélni, és egy kicsit őszintén, persze egy kicsit redukálva a vicces részeket, mert nem biztos, hogy mindenki értékelni, de úgy gondolom, hogy az osztályunk nagy része egyéniségek és nagyon jó képességű srácok, fiúk, akik előtt fényes jövő áll.
A szalagok feltűzése és az alsóbb évfolyamos tanulók műsora után az est talán legjobban várt pillanatai következtek. A végzősök a hagyományokhoz híven angol és bécsi keringőt mutattak be. Thank you.
Köszönöm.